Még mielőtt belekezdenék ebbe a gondolatba, fontosnak tartom elmondani, hogy nem vagyok különb, mint te. Nem vagyok intelligensebb, mint te. Nem kaptam nagyobb esélyt az életre, mint te. Tehát semmiben nem különbözöm tőled, jóformán. Ami a lényeget illeti, kedves hallgató. És ezt fontosnak tartom elmondani azért, hogy nehogy valaki többnek, többre tartson engemet, mint ami vagyok. Mert hogyha valaki engemet többnek gondol, saját magánál, vagy más embertársainál, akkor az ember téved, és azt jelenti, hogy csak én kaptam ezt a lehetőséget, nekem van lehetőségem megismerni az igazságot, mert intelligensebb vagyok, jobb vagyok, mint ő. Nem igaz, ez mind hazugság. Az elmúlt időkben ezt többször elmondtam, épp azért, hogy nehogy valaki többnek tartson engemet, mint ami vagyok, mint aki vagyok, és nehogy valaki engemet többnek tartson, vagy többre tartson saját magánál. Mert hogyha valaki ebbe a hibába esik, az ember eldobja magától annak lehetőségét, hogy megismerje Isten szerelmét, az ő megváltó igazságát. Ez az igazság, kedves hallgatók. És hogy ezt alátámasszam, még azt is el kell mondjam, hogy nagyon göröngyös és rögös úton mentem végig, amíg megismertem Isten kegyelmét. Tehát minden hibát elkövettem, sokat tévelyektem, pontosan úgy, mint te, sok bűnt elkövettem, sok hazugságot elkövettem. Sőt, kedves hallgatók, még miután megismertem Isten kegyelmét, még azután is tévelyektem. Még azután is tévelyektem, még azután is megengedt az Úristen, hogy elessek. Kísértésbe estem, elbuktam, türelmetlen voltam, biztos hazudtam is. A paráznaság bűnébe estem, úgy szellemileg, mint testileg. Többször elbuktam és csodálkoztam is azon, hogy Isten miért engedi meg nekem, hogy elbukjak, hogyha egyszer már megváltott. És azt a választ kaptam a kérdésre, hogy azért, hogy nehogy magamban bízzak, nehogy felfúvalkodjak, és nehogy zsákmányként kezeljem azt, amit én tőle ajándékba kaptam. Kedves hallgatók! Úgyhogy így, tehát senki vagyok. És ahogy Pál mondta, ha dicsekszem is, akkor a Krisztussal dicsekszem, az Istennel dicsekszem, az ő jóságával dicsekszem, nem az én erősségeimmel. És amikor én gyenge vagyok, és ugye, dicsekszem a gyengeségeimmel is, mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Amikor megalázom magamat, akkor vagyok erős, mert az Úristennek a mindenható ereje az én gyengeségem által végeztetik el, a mi gyengeségünk által végeztetik el. Amikor mi megalázzuk és kicsinek minősítsük magunkat, na akkor tud az Úristen, az ő bölcsessége, az ő hatalmas ereje megnyilvánulni, mert nem magunkban bízunk, hanem benne bízunk. És akkor meg tud történni a csoda, a megváltás és minden. Ennek a videónak az a címe, hogy logikai érvek Isten mellett, ugye? Észszerűség Isten mellett, észszerű érvek Isten mellett. Mivel, hogy én is egy ilyen agyalós típusú voltam, nagy mértékben, és még valamilyen mértékben vagyok is, ezért az Úristen megadta nekem azt a kegyelmet, hogy értsem is az ő művét. Ne csak elfogadjam, mint gyermek, hanem értsem is, és meglássam benne ezt a hatalmas, tökéletes logikát, amit korábban nem láttam. Egy darabig azt hittem, hogy a hit, a bizalom a hülyéknek való, az idiótáknak. Ezt gondoltam a vénasszonyoknak és a gyermekeknek, amúgy nekik való, mert ők a gyermetegek. És adná az Úristen, hogy én is gyermetek legyek annyira, mint a gyermekek és az idősebb emberek, akik már nem az agyban bíznak, nem az eszelésben és nem az okoskodásban bíznak. De hát az Úristen megadta nekem azt a kegyelmet, hogy láthatom az ő teremtésében, az ő csodálatos tervében a logikát, azt a hatalmas isteni logikát, amit korábban ugye nem láttam, legalábbis nem úgy, mint most. És ugye megadtam, de még ez is a káromra volt, kedves barátaim. Olyan értelemben volt a káromra, hogy még ez is engemet úgymond arra indított, hogy felfúvalkodjak, hogy az agyamba bízzak.
Érthető, hogy miért fontos gyermek lenni. Igen, látom a logikát valamilyen mértékben, Isten tervében. De viszont ennek következtében elkövettem azt a hatalmas hibát. Itt most nyilvánosan megbánom ezt is. Elkövettem azt a hatalmas hibát, hogy belementem ilyen különböző vitákba. És sokszor úgy mentem, mint egy bulldozer, mint egy ilyen terminátor. És úgy érveltem Istennek a terve mellett. És persze, logikai szinten is ugye megnyertem a csatát, de azt az embert nem nyertem meg Isten országának. Hoppá! Istenem, mekkorát tévedtem! Mekkorát tévedtem! Meg kellett értenem, hogy a mai embereknek, a tévelgő embereknek, a beteges embereknek, a félelemben élő embereknek, a tudomány és az áltudomány labirintusában tévelgő embereknek nem logikára van szükségük. Elsősorban nem arra van szükségük. És akkor most jól kapaszkodjál, most jön a lényeg, a botrányos lényeg, aki az Úristen szerelmét, az ő kegyelmét nem tudja elfogadni, és annak nem tud úgy örülni, mint a gyermek, az az értelmet sem fogja megkapni. Nem tudja megkapni, kedves hallgatók. Egyszerűen lehetetlen. Tehát aki az Úristen szerelmét nem fogadta úgy, mint a gyermek, az ő kegyelmét, az ő megbocsátását, nem kérte és nem fogadta úgy, mint a gyermek, az a logikát sem fogja megkapni. Az értelmet sem fogja megkapni. Jézus erről több helyen beszél. A Biblia úgy általában erről több helyen beszél, hogy az Istennek a tervét nem úgy van, hogy elolvasok két könyvet, vagy 20 könyvet, vagy 100 könyvet, és meg fogom érteni, nem. Azt az Úristen vagy megadja, vagy nem adja meg. Azokban az időkben is a legokosabb emberek voltak a legtávolabb Istentől, akik agyban okosak voltak. Ők nem tudták felfogni Istennek a tervét. Ők nem tudták befogadni Istennek a szerelmét, mert az Isten szerelme által jön a logika is, az értelem is, de a legfontosabb a szerelem, a szeretet, ugye? A kegyelem, hogy mi elfogadjuk azt. Mert ha nem fogadjuk el, akkor az igazi értelemnek az útja nincsen megnyitva számunkra. Csak az emberi bölcselkedésnek az útja. Csak az emberi bölcselkedés, az emberi logikázás, az emberi okoskodás és okosság útja. Az volt korábban is, és azt mondja Jézus, hogy áldalak, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek, a földi okosok, a földi értelmesek, a földi bölcsek elől. És a kisdedeknek, a gyermekeknek megmutattad, igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Oké, gyere vitázzunk. Tegyük fel, te buddhista vagy hindu, vagy valamilyen New Age technikát gyakorolsz. Gyere vitázzunk. Elkezdünk vitázni. És lehet, hogy óriási erővel, mint Terminátor, neked megyek. Talán meg is alázlak. Isten könyörüljön rajtam. És mit értem vele? Semmit. Még jobban be fogsz keményedni. Még jobban be fogsz keményedni. Úgyhogy oda vagyok kerülve, hogy bár megkaptam az értelmet, mert Isten szerelmes, kegyelmes, megadja azt is, hogy lássuk az értelmet, lássuk a logikát, és gyönyörködjünk benne. De annak útja, hogy valaki őt megszeresse, valaki kíváncsi legyen rám, az nem az értelem, kedves hallgatók, tudom, hogy hülyén hangzik. Botrányos kijelentés ez. Nem az okosság és nem az értelem, hanem a szeretet, a türelem, a jóság, a kedvesség, az irgalmasság, a segítőkészség, a szolgálatkészség, az alázat, kedves hallgatók. Ez az útja az értelemnek, az igazi értelemnek, nem az álértelemnek, nem az áltudománynak, hanem az Isten és ember, a teremtés tudományának ez az útja. Az igaz tudománynak, amelyet bárki megismerhet, az élet tudományának ez az útja. Nem a teológiai vita, és nem a logikai vita.
nem tudom, hogy ezt mennyire tudtam átadni ezt a gondolatcsomagot, ez, amúgy ez ennyi, nincs több, nincs több. Elmondtam mindent, amit el akartam mondani ebben a felvételben. Tehát én vitába szállnék akár a hindukkal, akármilyen vallási felekezetekkel, éppenséggel, vagy vallási vezetőkkel. Jézus nem tette. Nem is kereste őket, elfordult tőlük, mert tudta, hogy ők az agyukban bíznak, ők a földi tudományaikban, a betűben bíznak, és felfúvalkodottak, önteltek, mert intelligensek és műveltek ők. Ki vannak művelve? Elfordult tőlük, kivéve attól, aki alázattal ment oda hozzá. És amikor provokálták, akkor is jóformán szóra sem méltatta őket, csupán egy néhány szót dobott feléjük is, adta a sakkot és egyből a mattot azáltal. Mert ő tudta, hogy ő nem azért jött a földre, hogy okoskodjon és elbűvölje az embereket az okosságaival. Mert okos volt, hát Istennek minden tudománya nála volt. De ő mégsem azt használta, hanem az alázatot, a szelídséget, a kedvességet, a gyöngétséget, a vigasztalást, a szolgálatkészséget, a szeretetet. Kedves hallgatók, ő ezt használta. Bár megtehette volna, és Pál milyen szépen ír róla, Pál, aki tényleg okos és intelligens, ő ott a háttal vert mindenkit. Úgy logikában, mint mindenben, minden tudományban. Farizeus volt, okos, végtelenül intelligens ember volt. És mégis megalázta magát. Mégis megalázta magát, és azt mondta, hogy mindent, amit korábban tudtam és tanultam, kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus ismeretéért. Ó, atyám, mekkora kijelentés ez. És hogyan ír ő Jézusról? Azt mondja, hogy amikor Istennel egyenlő volt Jézus, ugye testben is, ott volt neki, Istennek minden hatalma nála volt, ő azt nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hogy ő tud mindent, hogy ő okos, hogy ő intelligens, és logikai érvei vannak, és mindene megvan. Ő ezt nem tekintette zsákmánynak, hogy hivalkodjon azzal, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett föl, és alázatos volt, és engedelmes a halálig, a kereszt haláláig, hogy sokakat megmentsen, a megtört szíveket megmentse, a gyerkőcöket megmentse, a becsapottakat, a megkínzottakat, a vakokot, a bénákat, a süketeket megmentse. Ezt tette ő. Hogyha ő ezt tette, ha Jézus ezt tette, akkor én mostan dicsekedjek az értelmemmel, a bölcsességemmel. Fuvalkodjak fel, hogy én milyen intelligens vagyok, és milyen sok mindent ismerek a Bibliából, meg más helyekről is. És Pál milyen szépen elmondja a Korintusi levélnek a 13. fejezetében, az elsőben vagy a másodikban, nem tudom pontosan melyikben. Azt mondja, hogy ha minden tudományt ismerek, ha angyalok nyelvén szólok, minden értelem, bölcsesség és logika megvan bennem, de ha nincsen bennem szeretet, akkor nem ér semmit, semmi. Zengő érc, pengő cimbalom. Nem ér, senki vagyok, semmi vagyok. Kedves agatok, ez az én gyengeségem. Ez az én gyengeségem. Kaptam értelmet, vágytam az értelemre. Isten megadta, mert az is van nála. De az én értelmem, amit én kaptam mostanig Istentől, az semmi, haszontalan, ha nincsen bennem szeretet. Hogyha én logikai érvekkel akarok nyerni, ha én logikai érvekkel akarok valakit megnyerni Isten országának, én senki és semmi vagyok, és szembeköptem Krisztust. Nem lehet, kedves ragatók. Elkövettem ezt a hibát sokszor, aki ezt hallja, ezt a felvételt, mindenkitől, és akivel ezt megjátszottam, hogy belementem vitákba, logikai vitákba, hogy győzzek, győzelmeskedjek Isten igazságával. Mindenkitől elnézést kérek. Tévedtem. Az igazságban csatát, az igazságnak, Isten országának csatát nem szabad régi fegyverekkel
vívni. Nem. Nem akarok én már senkit legyőzni. Sem a logikámmal, sem az értelmemmel, ami szintén Isten ajándéka. Ha valakit nem tudok legyőzni az alázatommal, a szolgált készségemmel, a kedvességemmel, amit szintén Istentől kaptam, akár az önfeldozásommal, ha Isten nekem azt megengedi, akkor én nem akarok vitát nyerni senkivel szemben a logika, az értelem, az okosság talaján. Nem. Nem. Pedig az is van, és bőségesen van. Óriási, felbecsülhetetlen mértékben van Istennél logika és értelem. És valahányszor megértek valamit, gyönyörködök abban, a könnyeim is folynak, hogy mekkora dolgot értek meg Isten kegyelméből. Kedves hallgatók, de nem ezzel dicsekszem. Mert ez ajándék, ez ráadás. De egy olyan személlyel, aki a világban van, aki meg van téveszve, bármi által, valami tudomány, valami filozófia, emberi tudomány által, vagy vallás által, akár a New Age által, azokkal szemben én nem harcolhatok, sem a logikával, sem az okossággal, sem a következetességgel, semmivel. Nem arra kaptam én a megváltást, hogy én okossággal győzedelmeskedjek. Logikával, filozófiával, meg ékes szavakkal. És megint ugye eszembe jut Pál, hogy mennyire megalázta magát, hogy azt mondta, hogy amikor oda mentem hozzátok, úgy mentem, mint megtört szívű ember. Nem ékes szavakkal, nem ékes szólással. Hogy a Krisztusnak a keresztje hiába való ne legyen. Hogy nehogy valaki engemet többnek gondoljon, mint ami vagyok. Ezért kell a bűnösöknek megvallanom a bűneimet, hogy nehogy valaki azt képzelje, azt higgye rólam, hogy én szent vagyok, hogy nekem milyen jó, hogy én így jöttem ki anyámból. Nem. Elbuktam. Azelőtt is elbuktam. Isten engemet is meg kellett mentsen, tisztítson. És miután elhívott, utána is elbuktam. Erőlködtem, és akkor is elbuktam. Miért? Az émet Isten meg akarta nekem mutatni, hogy ez nem az én erőmből fogom elvégezni. Mert olyan jól betartom a törvényeket. És hogyha ránézek egy lányra, akkor abban a helyben kisütöm az agyamat, hogy nehogy megkívánjam őt, vagy valami történjen ott. Nem. Nem. Az üdvösség kegyelemből van. Szerelemből. Nem intelligenciából, nem okosságból, és nem logikából, nem logikai érvekből van a megváltás, kedves hallgatók, hanem szerelemből, olyan szerelemből, aminek a földi szerelem, még a legtökéletesebb és legjobban sikerült földi szerelem is, csupán csak árnyéka, csupán csak árnyéka. Abból van a megváltás, abból van a tökéletesség, abból van Isten országa. És hogyha az értelem, hogyha a logika, a következetesség, az okosság a kegyelem fölé, az irgalmasság fölé kerül, a szeretet fölé kerül, akkor semminek nincs semmi értelme. Még a teremtésnek sem, kedves hallgatók, még a teremtésnek sem. Úgy, hogyha valaki vitázni akar velem, akkor sajnálom, nem fogok vitázni. Nincs értelme. Kár az időért, kár valakit én úgymond legyőzzek a vitában, a logikával, amit az Isten kegyelméből kaptam, mert az ember még nem menekült meg. Hiába látja valaki az értelmével, hogy logikus, amiről szó van, az ember még nem menekült meg. Nem elég, az értelem nem elég, kedves agatók. A legfontosabb az, hogy valaki, aki hall a tökéletességről, Isten országáról, Isten jókedvéről, az ő szerelméről, a Krisztusnak az áldozatáról, az ő tanításáról, először a szívét nyissa meg, a szívét. Vágyakozzon arra, hogy gyermek legyen, hogy meg legyen már törve, bele legyen fáradva abba, hogy ő felnőtt. És ő már mindent elolvasott, és már mindent megtudott. Ha valaki nem tud megundorodni attól,
hogy olyan sokat kínlódott ő agyban, meg izomban, és még sincsen békessége. Ha valaki ettől nem tud megundorodni, és nem tud vágyakozni Isten országára, nem fogja megismerni azt. Nincs olyan logika, még az Istennek a logikája sem alkalmas arra, hogy valakit meggyőzzön. A mindenható Isten logikája nem alkalmas arra, hogy valakit meggyőzzön Isten országáról. Meg arról, hogy van örök élet, nem vicc, amit Jézus mondott. Istennek az intelligenciája sem képes arra, hogy valakit meggyőzzön. De viszont Istennek a szerelme, az ő kegyelme, és az, hogy tényleg megengedte, és elfordult, megengedte, hogy a fiát, az egyetlen egy tökéletes embert feláldozzák és megöljék. Ez a szerelem képes csak arra, hogy egy értelmes embert, aki meg van kötözve az értelem és a logika által, megmentsen és megváltson. Csak a szerelem, csak a kegyelem, csak a szeretet, csak a jóság, csak az önfeláldozás, csak az odaadás, csak a szolgálatkészség tudja megmenteni az elmében megkötözött embereket. Megszabadítani őket, felszabadítani, gyermekké tenni. De ehhez nyilván szükséges az, hogy aki hallja az igazságot, és látja Istennek a jóságát, az már ne higgyen ebben a világban. Mert aki még mindig hisz a világban, a matematikában, a számtanban, a számokban, a földi logikában, az nincs ahogy, az még mindig a saját elméjében, a saját rothadó agyában bizakodik, kedves hallgatók. És Isten megengedte Salamonnak ezt. Mert ő bölcsességet kért. Kaphatott volna bármit, kérte a bölcsességet, és megkapott mindent. Megkapott ő minden földi bölcsességet, ami mellesleg Istentől való. De mégis azt mondta, hogy hú, a könyvek írásának nincsen vége. Az lehet írni a könyveket, csak a logikát, csak a bölcsességet megállás nélkül, de nincs semmi másnak értelme. Csak az Isten szerelmének, csak annak, hogy vágyakozzam, hogy Isten közelségében járjak, mint gyermek. Csak ennek van értelme. Megkapott ő minden értelmet és bölcsességet. De mégis megvallotta, hogy csak annak van értelme, hogy én gyermekként létezem a gondviselő, hatalmas Úristen tenyerén. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt a gondolatcsomagot hallotta, az én erőtlen, bűnös testemből, ajkaimból, vágyakozon először megismerni Istennek a szerelmét, az ő kegyelmét. Mert hogyha azt megismerte, és gyermekké vált azáltal, jönni fog a logika is, az értelem, és gyönyörködni fogsz abban, mert Isten megadja azt is. De válasszuk a legfontosabbat, kedves agatuk. A szerelmet. Az igazi szerelmet. Az igazi szerelmet, amely a szíveket felpuhítja, és alkalmasá teszi arra, hogy befogadja azt az értelmet, amit a Krisztus elhozott a földre. Kedves agatuk, felhívom a figyelmeteket arra, hogy nincs időm most már minden videóról értesítést küldeni a kiáltószó.hu oldalról. Ezért a kiáltószó.hu oldalról legfőképp az írott dolgokról küldök értesítést. Nem fogok feltenni külön-külön minden videó bejegyzést. Viszont aki akar értesítést kapni a videókról, az iratkozzon fel a YouTube csatornára. Ha valamiért a YouTube csatorna meg a Facebook megszűnne, felhívom a figyelmet arra is, mert ugye támadnak és letöltek már néhány videót. Felhívom a figyelmet arra, hogy minden videónak a hanganyaga továbbra is elérhető lesz és letölthető lesz a kiáltószó.hu/audio oldalról. Le lehet tölteni. Nyugodtan meg lehet osztani bármit. Az írásokat lehet másolni, nem kell megjelölni azt, hogy kiáltószó, nem kell azt sem, hogy bodolt, és nem érdekel. Engemet nem érdekel ez. Nyugodtan mindent lehet másolni, terjeszteni. A lényeg az, hogy terjedjen, hogy minél több ember megkívánja azt a szerelemet, amit az Úristen kínál számunkra.
amivel megmenthető bennünket, és amit ő kifejezett Jézus Krisztusban, az ő szavában, az ő tanításában, az ő jellemében, az ő életében, az ő tetteiben. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.